Na hát ez lenne a guestbook, ez így üres, és akkor ide majd beleragasztják a kis polaroid képeket, hogy maradjon majd nekünk emlékben. Tesóka írta. Hello. Nagyon jó lesz. Ines, Florin vagy dátum nem kell? Hát ide esetleg egy dátum lesz. Dátum, írod a dátumot. Mennyi van? 27.07. Majd a két kávét. Majd kéne egyek valamit a Momentumba. Utána majd nem lesz juga csak este. Majd egy szendvicsem. Fúj. Milyen szendvics? Tegnapról ilyen. Fúj. Rendelek itt a restaurantban valami gyorsan. A blog. A YouTube. De mamma egy bagási lászak, nem jártunk a csiszentunkra. Na, akkor tudom, akutam. Á, kumszana. Na, hol vannak a klipek? Júj, klipek. Ott van, ott van bent. Jaj, mi lenne nem ennék ott a klipek? Ezt akartam mondani. Szakra. Egy pungában vannak, egy pungában, egy zöld pungában. Camerana asta unde te-ai schimbat și tu, să te uiți în bagaj, scoate tot, fă ce vrei, trebuie să fie o plasă verde cu agrafe. Am uitat clipurile acasă cu care facem părul. Nagy fotózásban vagyunk, meg nagy sminkelésbe, tesóval! Jó, mert megszárad! Amúgy eddig ilyen a sminkem, de majd megmutatjuk. Hát akkor most látszik. Na mindegy, a lényeg az, hogy egy tökéletes kép lett a ruhával és a cipővel, nem fókuszál. Jó, majd jó, egy kicsit most mintha. Amúgy bemutatom a setupot, ez volt a setup, de majd megkapom a fényképeket és majd bemutatom nektek. Folytassuk, tesó! Gyere, mert még nagyon sok minden van, fiam. Jó, jó. Nagyon jó. De még egy kis tapírtak van, hogy jó, meg a fától, hogy mindent fel kell rakni. Persze. Hát nem úgy tudod, hogy így. Valahogy így nem. Nem, így inverse, inverse. Így, hogy a fésük arra menjenek. Csináltam? Ja. Fejebb. Nem, előre kell jöjjenek. Igen. Ki fog esni szerintem? Nem szabad. Topirozik, azt mondták. Arra igen, be a szobába. Itt fotózunk, azért nézünk ilyen furcsán. Még komolyan. Komolyan. Úgy most Kárin nézi hozzá.
Most jön a mennyasszony tánc. Tiner Casatoritz. Gondoltam, még beköszönök nektek így a videó végén. Nem tudom, milyen anyagok születtek. Én egy ideig filmeztem még az esküvő napján, de utána átadtam a kamerát Karinnak meg Andreának, akiknek nagyon köszönöm, hogy filmeztek még az esküvőnk napján. Nem tudom, milyen anyagok születtek, de szerintem biztos jók, és biztos be tudok nektek vágni egy pár részletet. Ez lesz a videó az esküvőnk napjáról, egy pár rész. Nem tudom, milyen hosszú lesz a videó, vagy hogy mit sikerült filmezni a csajónak, mint említettem már, de szerintem fogok csinálni egy ilyen leülős videót is, ahol mesélek egy picit, egy ilyen beszélgetős videó, és ott még mutatok képeket nektek, addigra remélem megkapom az összes képet, de már tettem fel egy párat az Instagramra, a Facebookra, a Storyba, szóval nézzétek meg azokat. Remélem tetszett ez a videó, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk. És egy ilyen pici konklúzió a napunkról, az esküvő napjáról. Nagyon jól sikerült, nagyon jól éreztük magunkat. Szerintünk a meghívottaink is, mert 6-kor, 7-kor kerültünk haza, szóval jó sokáig voltak, ez azt jelenti, hogy jól éreztük magukat. Az ételek nagyon finomak voltak, a sütik, a torta, nagyon-nagyon jól sikerült minden. Bulisztunk, táncoltunk, játszottunk, szóval énekeltünk, szóval szerintem nagyon-nagyon szép nap volt. Köszönöm szépen még egyszer Kamillának a két gyönyörű ruhámat, a Privé Szalonból vannak a ruháim, mint már említettem többször nektek. Nézzetek be hozzájuk mindenféleképpen, mert nagyon-nagyon szép ruháik vannak.